őszi védműszemle. A töltések megfelelő állapotban vannak a vásárosnaményi szakaszon. Idén több árhullámnál is bizonyított a védműrendszer. Újraélesztés világnapja, alapfokú újraélesztés és elsősegélynyújtási oktatást tartottak Nyíregyházán a Bem József általános iskolában. Gyógyvízzel az egészségért, a megelőzésre és az egészségtudatos életmódra is szeretnék felhívni a figyelmet a nyíregyházi gyógyfürdőben. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a területvédelmi szervek idén is közösen járták be a vízügy védműveinek egy szakaszát. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntjük Önöket! Az őszi szemle kiemelt eseményén elhangzott, a felső Tisza jobban ki van téve a vízkároknak, mint a Tisza lentebbi szakaszai. Idén 8 árhullámmal, 2 belvízzel és aszállyal is szembe kellett nézniük a szakembereknek. Két esetben vízműkészültségre is szükség volt. Több hónapos a védmű felülvizsgálat, már a nyári időszakban elkezdődik. Július 2. felében 200 kilométeren a Szamoson és a Tiszán ellenőrizték a folyószabályozási műveket, ebből csak az ukrán határszakasz maradt ki. Szeptemberben a szakfelülvizsgálatok következtek, és a határvízi szemle is elkezdődött román területen. Október közepén pedig elérkeztek a folyamat kiemelt eseményéhez, amikor a különböző hatósági szervek közösen tekintették meg a védműveket. Ez egy szakaszmérnöki beszámolóval kezdődött, amelyen elhangzott 8 feladatot határoztak meg idénre, ebből 6 teljesült, 2 pedig még folyamatban van. Viszonylag kevés területet tudtunk ebben az évben vegyszerezni, annak ellenére, hogy az igazgatóságban a vegyszerezés itt indult el, tehát itt vetettük el a magunkat a vonatkozásban, de az előbb említett időbeni kérdések miatt nem sikerült azt a mennyiséget levegyszerezni, amit szerettünk volna, hiszen a vegyszer kiutatás lett meg az optimális időszaka, amikor azt ki lehet juttatni, és a megfelelő időjárási körülmények is. Aszályos kárikulai időszakban ez nem igazán volt eredményes, tehát ebben egy kicsit elmaradásunk van. A iszapolások, meder, kotrások azok, amelyek a nagy feladatot jelentik, de itt utalás történt arra, hogy az elmúlt időszakban jelentős projektek valósultak meg, tehát 2015-től kezdődően folyamatosan csatornarekonstrukciók, bővítések, új létesmények építése történt, így ilyen jellegű feladat nem vált szükségessé az elmúlt időszakban. A terepszemle során több ponton, például Vásárosnaménynál, Barabáson és Csarodán is megálltak, hogy a helyi szakaszmérnökök megtartsák a beszámolójukat, megosszák tapasztalataikat és felhívják a figyelmet a problémákra. Ezek közül az egyik, ami több ponton is elhangzott, a szakképzett munkaerő hiánya volt. Bár korábban sosem látott gépesítés történt az elmúlt időszakban, ezek kezeléséhez is emberre van szükség. Azt látom, hogy nagyon jól működött a vízügyi igazgatóságnál az, hogy a közfoglalkoztatásból azokat a munkatársaikat, akik magas színvonalon végezték a munkájukat, őket átemelték, és több olyan csatornaőrrel, gátőrrel is találkoztunk a mai nap folyamán, akik valamikor közfoglalkoztatottként kezdték el a munkát, és azután váltak állandó munkatársá. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a nagyobb szükség lenne, meg ahogy elmondták itt valóban, közfoglalkoztatottakra elsősorban, viszont a munkaerőpiaci helyzet olyan mértékben javult az elmúlt időszakban, hogy ez nekik valóban nehézséget okoz, hogy megtalálják azokat az embereket, akik ezekben a munkákat be tudnak segíteni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy olyan szinten van az a feladat ellátása, ami magas színvonalú, tehát mindenki mindent megtesz azért, hogy legyen. Ez nem olyan mértékű ez a munkaerőigény, ami felmerült itt, ami veszélyeztetni az itteniek biztonságát. A munkaerő hiány mérséklésén túl számos egyéb feladata és terve van a Feti Vízignek a következő évekre. Kellene a vízszétosztó rendszert, tehát a Berek területén belül a vízszétosztó rendszert tovább finomítani, hiszen látjuk azt, hogy a földtulajdonosok, akár a gazdálkodók, akár a mezőgazdasági gazdálkodók, vagy erdőtulajdonosok milyen igényeket támasztanak a víz irányába, hova kell őket kormányozni, a vizeket eljuttatni, tehát ehhez kell még a rendszert egy kicsit finomra hangolni. Szeretnénk a víz bevezetés tekintetében függetlenedni az árhullámoktól, tehát lehetőséget kell arra biztosítani, hogy állandó vízpótlásra legyen lehetőség szivattyúk segítségével, olyan szivattyúkkal, amelyeknek a energiafelhasználását napelemek fogják biztosítani,
két területet lehet megemlíteni. Tivadarba és Tarpa külterületén tudunk a Tisza mentén kialakítani két szivattyús vízpótlást. Valamint gondolkoztunk azon is, hogy ne csak szivattyúval, hanem gravitációs úton is lehessen megvalósítani a vízpótlást. Ezt viszont csak Ukrajna irányából tudjuk megtenni. Tehát a Borzsa folyó vízkészletéből a Verke folyón és a Szipa főcsatornán keresztül tudna eljutni víz ide a Berek területére, a felső részre, a keleti részre, és onnan a Szipa főcsatornán keresztül tud végig a Kátész-Szalkáig lefolyni, és a különböző csatornahálózatokon, meglévő csatornahálózaton pedig tovább tudjuk osztani a Bereknek szinte a teljes területére ezt a vizet. Az Ukrajna irányából történő vízpótlás már konkrét tervekkel rendelkezik, csak a forrás kell rá előteremteni. A szivattyús vízpótlás viszont még csak tervezési szakaszban van. Október 16-án, az újraélesztés világnapján alapfokú újraélesztés és első segélynyújtási oktatást és bemutatót tartottak a BEM József általános iskolában, Nyíregyházán. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezete, valamint a nyíregyházi Zay Anna Technikum és Kollégium által közösen szervezett esemény célja az volt, hogy felhívják a diákok és felnőttek figyelmét, a gyors és hatékony segítség életet menthet. Szakképzett ápoló mutatja a diákoknak az újraélesztés megkezdése előtt mit és hogyan kell megvizsgálni vészhelyzet esetén. Az október 16-ai újraélesztés világnapjához csatlakozott a nyíregyházi BEM József általános iskola is, ahol egész nap bemutató foglalkozásokra várták a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Szerintem igen képes a lakosság egy ilyen helyzetben segíteni, már csak azért is, ha a 112-t felhívjuk, ugye ő mondja a lépésről lépés, hogy mit kell tennünk, de hogyha valami amikor gyakoroltuk ezeket a mozdulatokat, akkor könnyebben eszünkbe jut, hogy hoppá, én ezt már gyakoroltam, és valóban így kell tenni, ide tegyem a kezem, illetve így biztosítsak szabad légutat egy bajba jutottnak számára, pontosan sporteseményeken, ugye fordul az elő az ütközések alkalmával, illetve bárhol, bármikor bekövetkezhet egy hirtelen szívhalál, amelynek esetében, hogyha nézzük, azért ellátás nélkül minden percben 10%-kal romlik a túlélés esélye, úgyhogy nagyon fontos, hogy az első pillanattól kezdve legyen valaki, aki mer és tudja, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben. A szakember hangsúlyozta, számos ismert sláger ritmusa alkalmas lehet a beteg mellkasának nyomására, a lényeg, hogy percenként 100-120 kompressziót végezzünk a mellkason. A rendezvényen a gyerekek is kipróbálhatták frissen szerzett tudásukat az erre a célra készített babákon. Nagyon élethűek, be lehet állítani egyébként ennek a mellkasnak keménységi fokozatai vannak. A most beállított mellkas egy átlagos férfi mellkasnak felel meg, tehát gyakorolható, elsajátítható, minél hamarabb kezdik el ennek a gyakorlását, hogy ne féljenek tőle, ne ijedjenek meg, mert természetesen ilyenkor előfordul, hogy jaj, nem merek hozzányúlni, mert félek tőle, könnyen megtanulható. Tehát többször fognak még vele találkozni az életükben, közúti első segélynyújtás kötelező eleme, vizsgaeleme ennek a végrehajtása, úgyhogy fognak még vele találkozni, de minél többször, annál inkább fogják tudni alkalmazni. A romantikus komédiákból is ismert szájon át történő lélegeztetéssel kapcsolatban a szakember azt mondta, a koronavírus óta ezt a megoldást is javasolják a szakemberek. Ugye a Covid helyzettel jött az, hogy mentesítsük magunkat és ne érintkezzünk közvetlenül az embertársainkkal, tehát a vérrel, válladékkal ugye ne érintkezzünk. A lényeg az, hogy az időben megkezdett mellkaskompresszióval az oxigén, ami a szervezetben van, a szinten tartható, és az agy védelmét szolgálja, mindaddig, amíg a szakmai segítség megérkezik. Tehát a jó mellkas kompresszió a lényege. A BEM József általános iskola 2012-től a Vármegyében elsőként lett a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája. Az idejáró gyerekek már kicsikortól megtanulják, miért fontos a másokon való segítés, ideértve a véradás fontosságát is.
új, szabadon választható balneoterápiás kurzus indítását jelentették be az Aquarius élményfürdőben tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen felavatták a Sóstógyógyfürdők ZRT és a Debrecen Egyetem egészségtudományi kar együttműködésének emléket állító táblát is. A hallgatókkal és a lakossággal egyaránt szeretnék megismertetni, hogy a gyógyvíznek és a gyógyászaton folyó komplex kezeléseknek milyen pozitív hatásuk van. Táblaavatás, ami az egészségügyi intézmény és a gyógyfürdő közötti együttműködésnek állít emléket. Ez egy régi kapcsolat, hiszen már jó pár évvel ezelőtt is érkeztek hallgatók a Debreceni Egyetem egészségtudományi karáról a gyógyászati részlegre. Ezt az együttműködést bővítettük ki. Ugye korábban is volt, hogy már kutatómunkát végeztek itt, egyébként most is zajlik még kutatás a gyógyászatunkon. Fogadunk gyógytornász hallgatókat és egészségturizmus hallgatókat, mint gyakorlati helyszín, és most egy új szabadon választott kurzust indítottunk a Debreceni Egyetemmel közösen, egy balneológia kurzust. Most már ebben a fél évben, ennek keretén belül is érkeznek hallgatók hozzánk. Az együttműködés részben hallgatói gyakorlatokra terjed ki, részben pedig egy olyan közös kutató és fejlesztő munkára, melynek eredménye nem csak az egyetemet, hanem a lakosságot is szolgálja. A hallgatók számára olyan szabadon választható kurzusokat hirdetnek meg, amelyek pontosabb és frissebb gyakorlati ismereteket adnak. A hallgatóknak a egyik legfontosabb része a gyakorlatoknak az, hogy el tudnak jönni a gyógyfürdőbe, és olyan helyzeteket ismerhetnek meg, és olyan lehetőségeket ismerhetnek meg, amelyeket gyógytornászként majd tudnak alkalmazni, illetve azok, akik az egészségturizmus szakirányon végeznek, ők pedig megismerik azt, hogy hogyan kell az egészségturizmussal kapcsolatos legfontosabb szakmai ismereteket, elméleti ismereteket gyakorlatban alkalmazni. A hallgatókkal és a páciensekkel egyaránt szeretnék megismertetni, hogy a gyógyíznek és a gyógyászaton folyó komplex kezeléseknek milyen pozitív hatása van a betegségek kezelésében. De a megelőzésre és az egészségtudatos életmódra is szeretnék felhívni a figyelmet. Érdemes akár akkor is, ha még jól vagyok, ilyen kezelésekkel megőrizni az én idézőjelben lévő jólétemet, és nem megvárni azt, hogy tünetek így alakuljanak ki, mert ugye a társadalom előregszik, a kopásos betegségek egyre gyakrabban megjelennek, és ezt lehet lassítani, ezt a folyamatot, illetve meg lehet előzni azt, hogy akár gyógyszeres kezelésre, akár műtétre sor kerüljön, ilyen módszerekkel, mint hogy a gyógyvíz hatását, illetve a gyógyvízzel végzett kezeléseket igénybe veszi valaki. A gyógyászati részlegen víz alatti sugármasszázssal, vízben végzett gyógytornával, súlyfürdővel és masszázssal is tudnak segíteni. A vizes kezelések mellett állapottól függően száraz tornát vagy elektromos kezeléseket is végeznek a gyógyfürdőben. A Nyíregyházi járási ügyészség felfüggesztette az eljárást azzal a targonca vezetővel szemben, aki véletlenül ráborított egy konténernyi műanyag ketrecet egy gépkocsi vezetőre. A fiatal férfi targonca vezető és homlokrakodó munkakörben dolgozik az egyik ibrányi telephelyen. 2024. június 24-én a telephelyen várakozó kamion rakteréből élő állatok szállítására szolgáló műanyag ketreceket pakolt le, amikor az egyik konténer megakadt a felső ponyvát merevítő rudazatban, lecsúszott a targonca villájáról, és ráesett a kamion mellett álló gépkocsi vezetőre. A balesetben a férfi súlyosan megsérült. A targonca kezelő több foglalkozási szabályt is megszegett. Az ügyészség megállapította, hogy a férfi elkövette a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségét, azonban a cselekményt beismerte és bocsánatot kért a sértettől, aki szerencsére nem esett ki a munkából, és kára sem keletkezett, így nem is kérte munkatársa felelősségre vonását. Idén 240 éve tették le a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom alapkövét, és 200 éve, 1824-ben sikerült a város alapítók utódainak a károlyiaktól megváltani a szabadságukat. Az örökváltság bicentenáriumának alkalmából a Nyíregyházi Városvédő Egyesület és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közös megemlékezést szervez október 26-án. Igazi nagy durranással, egészen pontosan három nagy durranással készül a Nyíregyházi Városvédő Egyesület és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség a Tirpák ősök örökváltságának 200 éves évfordulóján. Jelentették be a szervezők az erről tartott sajtótájékoztatón. 200 évvel ezelőtt hirdették ki Nyíregyháza
örökváltságát, és akkor a piaci nap volt, a piacon hirdették ki az ott lévő rengeteg ember előtt, és utána minden templomban Isten tiszteletet, misét tartottak ennek az ünnepnek az alkalmából. Az evangélikus templom mellett pedig felállítottak egy ágyut, és abból lőttek, hogy az örömhírt minél távolabb is hallják. Hát ezt szeretnénk mi visszahozni most azzal, hogy itt is el fog sülni az ágyú, méghozzá háromszor. Nem kell megijedni, hanghatása lesz, de természetesen nincsen benne lövedék. A 200 éves évforduló alkalmából idén szeptemberben tudományos konferenciát is tartottak a Városházán, majd koszorúkat helyeztek el a Kossuth téren az örökváltság emlékoszlopnál. A városvédők és az evangélikusok október végi rendezvényén is felidézik majd a korabeli eseményeket. A mi programunkban lesz egy kis történelmi emlékutazás. Kujbusné dr. Mecsei Éva helytörténész, a főlevéltáros fog egy rövid beszédet mondani. Lesz előtte egy szavalat is, és akkor utána Kovács László Attila lelkész igazgató úr az evangélikus egyház részéről fog tartani egy koncertet. Szabó László Attila azt mondta, az evangélikusok ezer szállal kötődnek az örökváltsághoz. Ők voltak, akik 200 évvel ezelőtt ezt megcsinálták, meg tudták oldani, igen nagy áldozatok árán. Hadd mondjam el azt is, hogy annyira foglalkoztatta őket ez az örökváltság kérdése, hogy amikor az oltárra el kellett készíteni a festését, 1796-ban elkészült az oltár, de a festése, aranyozása csak 1804-ben, akkor azt az igét írták fel oda, hogy Krisztus egyszer s mindenkorra ment be a szentélybe, és örökváltságot szerzett. Nyilván az egy más örökváltságról szól, de az áthallás azért nem véletlen, hogy ezt választották maguknak 1804-ben, amikor már a Dezsefijéktől megvásárolták a földeket. Csak a Károlyiéktől nem tudták még akkor. Szabó László Attila hozzátette, egész életében különösen fontos helyet foglalt el az orgonán való játék. A megemlékezésre egy Liszt Ferenc, valamint egy Johann Sebastian Bach kompozícióval készül. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata ismét fokozott ellenőrzést tartott az utakon, melyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Október 7-e és 13-a között kiemelten figyelték azokat a sofőröket, akik vezetés közben elektronikus eszközöket használtak. A rendőrök az ellenőrzés közben 14 körözött személyt fogtak el. Alig 20 perc alatt 5 autót intettek ki a forgalomból a rendőrök Nyíregyháza egyik forgalmas útján. Október 7 és 13 között a Roadpool elnevezésű akció keretében tartott ellenőrzést a rendőrség. Az ellenőrzés elsősorban a menet közben rádiótelefont, illetve mobiltelefont használók ellenőrzésére irányult. Mindemellett figyeltük és ellenőrztük az egyéb olyan tevékenységeket is, amelyek a járművezetők figyelmét a vezetéstől elvonták. Az elektronikus eszközök mellett a gyalogosoknál és a kerékpárral közlekedőknél figyelték a fej- és fülhallgatók használatát is. Az akció során olyan esetben is intézkedtek a rendőrök, amikor a járművezető menet közben evett és ivott. Az ellenőrzés során az egy hét alatt több mint 7000 járművezetőt ellenőriztünk. Ezen nagyszámú ellenőrzés alá vont járművezetőknél 84 esetben tapasztaltuk azt, hogy menet közben kézben tartották a telefonjukat, illetve egyéb olyan tevékenységet folytattak összesen 7 esetben, amely elvonta a figyelmüket a jármű vezetésétől. Biztonsági használatának elmulasztása miatt pedig 944 esetben kellett nekünk intézkedést kezdeményezni, közigazgatási eljárás során közigazgatási bírságot kiszabnunk. A mobiltelefon használata miatt minden esetben helyszíni bírságot szabtak ki, ami 26 ezer forintot és emellé 3 büntető pontot jelent. A rendőrök az ellenőrzés közben 14 körözött szemét fogtak el. Sorozatban 5. győzelmét aratta az A Stúdió futszál Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese az NB1 9. fordulójában 5-3-ra nyert a Veszprém otthonában. A tabella 5. helyén álló nyíregyháziak hétfőn Budapesten a sereghajtó TFS-e ellen lépnek pályára.
Egy döntetlen utáni 3 vereséggel kezdte a szezont a nyíregyházi futszál csapat. 4 fordulót követően így a tabella alsó régiójában szerénykedett Lovas Norbert együttese. A Magyar Futszál Akadémia elleni idegenbeli 3-2-es győzelemmel megtört a jég. Azzal a 3 ponttal együtt az utóbbi 5 meccsen 15 pontot gyűjtött az A stúdió. Az elmúlt fordulóban Veszprémben nyert 5-3-ra a Nyíregyháza. A mostani meccsek azért már jól sikerülnek, szezon előtt voltak problémáink, aminek már tudjuk az okát, hogy későn kezdtünk, később tudtunk összeállni, illetve a sorsolásunk is nekünk volt a legnehezebb, akikkel játszottunk, tehát a top 4 csapat. Ők sokkal hamarabb kezdtek, nekünk itt az előző szezon véget, mi egy kicsit később álltunk össze. Ott egyébként egy ilyen 3-4 ponttal terveztünk többet, a realitás talaján maradva. Sajnos nem jött össze, viszont ott volt egy komoly elbeszélgetés a játékosokkal, illetve a vezetők részéről is volt felémjelzés, hogy próbáljuk már összerántani a brigádot, mert ennél sokkal többre vagyunk hivatottak, és úgy néz ki, hogy most én is azt tudom mondani, hogy jó úton vagyunk, és most tényleg elkaptuk a fonalat. A nyíregyházi csapatot 2 játékos is képviselte a 2 legutóbbi válogatott meccsen, Rafael és Szabó Lajos is pályára lépett az Ausztria elleni mérkőzéseken. Nyilván mindig nagyon jó érzése válogatottat képviselni. Igazából egy hetet voltunk Szombathelyen, ahol osztrákokkal játszottunk 2 meccset. Szerintem mind a 2 meccsen domináns jó játékot játszottunk, és sikerült mind a 2-szer nyernünk. A nyíregyházi csapat 9 meccsen 43 gólt szerzett, ami a haladással holt versenyben a legtöbb a mezőnyben. Hétfőn a sereghajtó TFS-e otthonában lépnek pályára Szabóék. Tényleg most egy jó szériában vagyunk, és azért szerzünk ennyi gólt, mert amit kérek tőlük, hogy passzolják le egymásnak. Teljesen mindegy, hogy kiszerzi a gólt, a csapat fontos, a csapat nyer, a csapat veszít, és tényleg üreskapus gólokat lövünk, aminek nagyon örülök. Jó formát is mutatunk edzéseken is, rendkívül jó az edzés munka, és úgy néz ki, hogy megtaláltam azt a 2 sort, akivel tudok a szezonban végig játszani. Értelemszerűen, hogyha van betegség, piros lap, eltiltások, stb., akkor itt változik a helyzet, de megvagyunk. Most még van 2 meccsünk, Budapesten játszunk a TF ellen, és a hazai pályán fogadjuk a Debrecent. Ezt a 2 meccset, hogyha lehúzzuk, behúzzuk, akkor azt mondom, hogy 7 győzelemmel azért ez a realitás most nálunk. És utána pedig kezdődik a második kör, amiből ugyanannyi meccset meg kell nyerni ahhoz, hogy a felsőházba kerüljünk. A 10. forduló további párosítása a következő, Berettyó Újfalu Aramisese, Haladás VS-e Rubeola FC, Deac Nyírbátori SC, Kecskemét Magyar Futszál Akadémia és Újpest Veszprém. Október 17-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken is jelentkezünk majd természetesen híradóval, illetve várja önöket a weboldalunk is. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken a Dunától keletre szinte zavartalan napsütés várható, a délkeleti-keleti szél helyenként megélénkül. Délutánra általában 12 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.